Adventi szobaszerviz, a megszokottól eltérő ünnepség sorozat lesz idén Pakson, start elkezdődött a Gerjeni óvoda és bölcsöde építése, 5. hely a bajnokság harmadát értékelte a Paksi FC. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jantner Jánost köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Paksváros önkormányzata nevében. A köszöntés a járványügyi helyzetre tekintettel rendhagyó módon történt, Szabó Péter polgármester nevében a sajtó mellőzésével az ünnepelt Tolnai úti otthonának kapujában a hivatal munkatársától vette át a miniszterelnök üdvözletét tartalmazó emléklapot, a polgármester köszöntő levelét és a város ajándékcsomagját. Az eseményről bővebben a Telepaks Facebook oldalán olvashatnak. A megszokottól eltérő adventi ünnepség sorozat lesz idén Pakson. A Csengei Dénes Kulturális Központ, valamint a Telepaks Média Centrum adventi szobaszervíz című műsorával igyekszik kellemesebbé tenni a karácsony előtti időszakot. A műsor célja, hogy az ötletgazdák visszacsempészék az ünnep meghittségét, és mindenki felkészülhessen erre a szokatlan adventre. Minden műsor elején egy játék is várja a nézőket. A nyertesek egy vacsorával vagy süteményes tállal lesznek gazdagabbak. Akár a teltháztáblát is kitűzhették volna a szervezők tavaly a Paksi adventi udvar bejáratára. 2019 első adventi hétvégén megtelt a városháza előtti tér. Hangulatos karácsonyi világítás, színpadi műsorok, valamint ünnepi ételek és italok is várták a látogatókat. Idén szinte biztos, hogy üres marad a tér, a koronavírus járvány miatt ugyanis általános rendezvénytilalom van érvényben. A díszlet és a színpad is készen áll már a Csengei Dénes Kulturális Központban, a megszokott adventi udvar helyett idén rendhagyó módon online és a Telepaks képernyőjén lesz a 4 hétvégi ünnepség Pakson. 4 hétvégét érint ez az adventi szobaszerviz névre keresztelt programunk, ahol a közönségnek szeretnénk egy kicsi kulturális töltetet adni innen a művelődési központnak a színház terméből. Lesz itt koncert, lesz egy kis főzős műsor és felolvasó eszcenével kiegészítve. Minden vasárnap 6 órakor lehet megtekinteni a Paksi TV-n, illetve a TV YouTube csatornáján, illetve a Csengei Dénes oldalán is követhetik ezt az eseményt. A műsor célja, hogy az ötletgazdák visszacsempészék az ünnep meghittségét, és mindenki felkészülhessen erre a szokatlan adventre. Ebben a rendhagyó évben az adventi időszak is rendhagyó módon zajlik sajnos a városban. Programok szempontjából ez szokott a leggazdagabb időszak lenni, idén ez nem így van. Az adventi vasárnapokon 18 órakor jelentkezik majd az a műsor, mellyel megpróbáljuk a közösségi ünnep hangulatát az otthonukba csempészni. Minden adventi szobaszerviz elérhető lesz majd az internetes felületeinken is. Az adventi műsorban zenével, mesével és karácsonyi menü főzésével is találkozhatnak majd a nézők, mindezeken kívül nyereményjáték is lesz. Az első alkalomra most vasárnap kerül sor, itt a Berek testvérek fognak fellépni, és őket nézhetik meg. Úgy kezdődik a műsor, hogy egy kérdést fogunk feltenni, amire a válaszolók között ki fogunk sorsolni egy étkezési utalványt, pontosabban egy kész ételtálat, amit abban a pillanatban ki is fognak szállítani a nyerteseknek a címére. A műsor fellépőinek és szereplőinek listája megtalálható a Telepaks és a Csengei Dénes Kulturális Központ Facebook oldalán. Az idei évben elmarad a megszokott paksi adventi vásár is, helyette úgynevezett online formában rendezik meg az eseményt, a cél a kapcsolatteremtés és a helyi termelők támogatása. A Csengei Dénes Kulturális Központ dolgozói ezért létrehoztak egy Facebook csoportot, ahol minden érdeklődő megismerheti a különböző árusokat és portékájukat. A kínálat széles, a megrendelhető termékek között találhatók ékszerek, különböző textilek, mézek, szappanok vagy akár sajtok is. Jelenleg 20 szolgáltató működik, de várják a további jelentkezőket, akik szívesen megmutatnák a saját termékeiket. Az akcióban való részvétel egyedüli feltétele, hogy az árusok maguk rendezzék a köztük és vásárlók közti termékadásvételt. Ki vagyok én címmel játékra hívja az olvasóit a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár.
megadott tulajdonságok alapján kell kitalálni, melyik ismert költőre, íróra gondoltak a könyvtár munkatársai. 10 különböző rejtvénnyel készülnek, és a legtöbb helyes megfejtést beküldők között a Csengei Dénes Kulturális Központ következő színházi évadára szóló bérletet sorsolnak ki. További részletek a könyvtár közösségi oldalán. Elkezdődött a Gerjeni óvoda és bölcsöde építése, így új helyen kezdhetik a 2021-22-es nevelési évet a gyermekek. A beruházásra korábban 400 millió forintot nyert a település önkormányzata pályázaton. Hosszas tervezési szakaszt követően elkezdődött a kivitelezés. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 400 millió forintot nyert Gerjen a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán. A keretösszegből új óvodát és bölcsödét fognak létesíteni. Az elmúlt években azért folyamatosan tudtunk tájékoztatni, illetve híradásokat adni azzal kapcsolatosan, hogy ezt a támogatást elnyertük, de a fizikai megvalósításnak nem tudtunk nekiállni. Itt a tervezés kapcsán voltak sajnos fennakadásaink és problémáink. Ezeket viszonylag hosszú idő volt kiküszöbölni, de most végre eljutottunk odáig, hogy már fizikai valójában is megjelent az építkezés. Romhányi Károly elmondta, hogy minden nehézség ellenére büszkeséggel tölti el, hogy megvalósul ez a fejlesztés. A település vezetője abban reménykedik, hogy a gyermekek a következő nevelési évet már az új intézményben kezdhetik meg. Két csoportos óvoda bölcsöde lesz, és kifejezetten sport céllal, illetve sport funkciókat is elhelyeztünk ugye az óvodában, illetve majd a bölcsödében, és hát nagyon bízom benne, hogy mindenkinek a megelégedés tudjuk majd ezt az épületet átadni. A településen fontos fejlesztés valósul meg egy lakópark kialakításával is. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, amely során kiválasztják az 53 telek közművesítését végző kivitelező céget. Utat, járdát, vízelvezető árkokat alakítunk ki, a teljes közmű kialakításra kerül a területen. Annyit kell tudni, hogy részben magánkézben vannak a telkek, tehát érdeklődőket itt szeretettel várunk, aki szeretne a Gerjenbe költözni, és úgy érzi, hogy ez a kis településhez, kis közösséghez szeretne tartozni, és otthonának választja a településünket. A lakóparkban akár 100 új családi ház felépítésére is lehetőség lesz. A bajnokság harmadánál az 5. helyen áll a Paksi FC labdarúgó csapata az OTP Bankligában. A gárda az ősszel a vezetőedzőváltás után megindult felfelé a tabellán, a következő fordulóban Újpesten vendég szerepelnek a zöld-fehérek. Az előző szezon végén Ostermayer Gábor vezetőedzővel sikerült az NB1-es tagság meghosszabbítása, így a 2021-es idényt is a fiatal paksi trénerrel kezdte a Paksi FC labdarúgó csapata az OTP Bankligában. Ám a nyáron tapasztalt lendület elfogyott, 4 fordulót követően 3 vereség mellett mindössze 1 döntetlent ért el a társaság, így edzőváltás történt a fehérvári úti klubnál. Bognár György érkezett a paksi kispadra, aki teljesen átalakította a játékrendszert, egész pályás letámadást alkalmaz, amelyel valójában sokkolja a mezőnyt. Az új trénerrel 5 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a mérleg. A gárda az utolsó helyről egészen a másodikig szárnyalt. A bajnokság harmadánál 11 fordulót követően jelenleg az 5. pozíciót foglalja el a Paksi FC. Mert több-kevesebb hibával játszunk mi ezt a játékot. Például a legutóbbi mérkőzésen kijött az, hogy bizonyos játékhelyzetekben az egyik játékos előre védekezik, a másik behátrál. Tehát tulajdonképpen úton vagyunk még, szerintem ez még nem kész ez a játék. Azért hosszabb időnek kell eltenni, hogy minden játékos a régi beidegződéseket levetkőzze, és hát egy felé menjünk, úgymond taktikailag. Nem azért van, mert a játékosok nem akarják csinálni, hanem egyszerűen több éves beidegződésekről van szó, amit én szeretnék megváltoztatni, és ez nagy részt eddig ment is, de még nem tökéletes. Amikor egy kicsit is megy a szekére, nagyon vigyázni kell, tehát akkor kell legóvatosodnak lenni. Természetes dolog, hogy amikor egy nehezebb időszak van, akkor az embernek azért magabiztosságot kell sugároznia, akkor úgy is érzem, tehát bajba úgy érzem, hogy jönnék el. Most mert van egy ilyen időszakunk, amikor a szakmai munka folyamatosan megy, a játékosok próbálnak megfelelni a mostani helyzetnek, versenyfutás van. A Paksi FC a következő fordulóban Újpesten vendég szerepel, de a 2020-as naptári évben még a MOL Fehérvár FC-t és a Ferencvárost is fogadja, valamint Mezőkövesdre és az MTK otthonába is utazik. A Lelátó című sportmagazinunkat, amelyben a Bognár György vezetőedzővel és Haraszti Zsolt ügyvezetővel készített interjúk egészét megnézhetik, keressék a www.telepaks.net honlapon.
Szerdán este erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet, szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 plusz 1 fok között alakul. Csütörtökön napközben túlnyomóan borult lesz az ég, a köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Szitálás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1 plusz 3 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!